Kedvező adatok láttak napvilágot a tavalyi évvel kapcsolatban. Történelmi mértékben csökkent 2020-ban a közlekedési balesetben elhunytak száma. A legutóbb 65 éve, 1956-ban volt alacsonyabb ez a mutató, derült ki egy rendőrségi beszámolóból. Noha végleges adatok csak január végén lesznek ismertek, a jelentés szerint tavaly mintegy 450-en haltak meg az utakon, csak nem 150-nel kevesebben, mint egy évvel korábban. A pozitív tendencia nálunk is megfigyelhető volt, függetlenül attól, hogy decemberben 3 halálos kimenetelű közlekedési baleset is történt a megye útjain. A hónap elején a 4-es főút nyíregyházi szakaszán történt egy gyalogos gázolás, ráadásul éppen zebrán. A másik baleset a 38-as számú főútvonalon történt december 22-én, akkor már korlátozottak voltak a látásviszonyok Nyíregyháza és Nyírtelek között, azaz Füzesbokornál, amikor egy személygépkocsi frontálisan ütközött egy kamionnal, egy nyergesontatóval inkább így, és a legutolsó baleset az év utolsó napján történt, ami december 31-én a 41-es számú főútvonalon, mikor gyalogos gázoltak el. Sajnálatos esetek, és nagy forgalmat bonyolítanak az említett főútvonalak. A halálos közlekedési balesetek száma 20-as személyisérüléssel járó ki 17%-kal csökkent egy év alatt. Jelente a kijárási tilalom miatt volt kevesebb belőlük, de Bordás Béla szerint a kedvező trend a fokozott rendőri jelenlétnek, valamint a trafipaxoknak és a védakameráknak is köszönhető, amelyek elsősorban a szágúldozóknak üzennek hadat. Tudjuk azt, hogy a gyorshajtásnak igen nagy ára van, és a legtöbb baleset az mindig, ami halálos kimenetelű, gyorshajtásból adódik. Tehát itt úgy kell érteni, hogy 50 km/h a maximált megengedett haladási sebesség lakott területen belül, de azt nem azt jelenti, hogy a kijelölt gyalogátkelő helyet is ennyivel szabad megközelíteni. Ha gyalogos mozgást észlel a gépjárművezető, akkor fékészenlét állapotban közelítse meg az átkelő helyet. Azt szoktuk mondani, illetve az igazságügyi műszaki szakért és több esetben megerősíti, hogy 17 km/h, illetve 34 km/h közti sebessége, ha valaki megközelíti a gyalogátkelőt, akkor nagy valószínűsége van annak, hogy nem fog történni halálos baleset. A legtöbb esetben személygépkocsik az érintett járművek, de minden közlekedőnek fontos figyelemmel vezetnie, megfelelő követési távolságot tartania. Emellett jól jöhet a tolerancia és az előzékenység is a balesetek elkerülése érdekében. A főútvonalak mellett közlekedő vagy azokon átkelő gyalogosok pedig azzal tehetnek sokat a baj megelőzéséért, ha a korlátozott látási viszonyok mellett láthatósági mellényt viselnek.